Sziasztok! Ebben a videóban a 2022-es 93. ünnepi könyvhéttel kapcsolatban szerettem volna veletek megosztani, hogy mik azok a könyvek, amiket én nagyon várok, és úgy egyáltalán a könyvhéttel kapcsolatos gondolataimat. Ünnepi könyvét nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom már. Rengeteg olyan író van, akinek nagyon kíváncsi vagyok a friss megjelenésű könyvére, illetve hogy hát végre találkozunk a többiekkel, és beszélgetünk, és közösen töltjük a napot, napokat akár. És hát én ezt már nagyon-nagyon várom, őszintén szólva. Meg a friss megjelenéseket is rendkívüli mód várom, és hát vannak azért olyan könyvek, amik akkor jelennek meg. Ugye ez egy rendkívül jó gondolat, hogy a könyvhétre adnak ki egy adott könyvet, főleg akkor lehet érdekes, hogyha mondjuk esetleg magyar szerzőről van szó, és az ott frissen kézbe vett könyvet már is tudja az író beleírni gondolatokat, és mi ezzel tudunk útnak indulni a könyv és én, és hát közös élményeket szerezni. Számomra mindig is egyébként nagyon fontos volt, bensőséges volt, hogyha egy szerző nem csak egy aláfirkantásról van itt szó, hanem esetleg mélyebb gondolatokat ír egy könyvbe, egészen máshogy veszi az ember kézbe ezeket a könyveket, hogyha egy személyesen indul el a sorok általi találkozás, hogy a történetet megismerjük. Nekem ez nagyon sokat jelent, nekem vannak olyan könyvek, olyan szerzők, elég sok dedikált könyvem van, nagyon-nagyon sok dedikált könyvem van, és nagyon sokban van személyes gondolat. Tehát, ami nem feltétlenül könyvhetes dedikálás, hanem személyre szabottan, esetleg egy picit hosszabb beszélgetés követően alakult ki, és nekem ezek nagyon-nagyon sokat jelentenek, de ezek a könyvhetes dedikálások is rendkívül sokat jelentenek, mert a szerzők, nem is gondolnátok, hogyha esetleg egy-egy szerzőnél nagyobb is a sor, akkor is olyan fajta empátia készséggel közelítik meg az embert, hogy érzékelik azt, hogy annak az olvasónak esetleg ez nagyon sokat jelent. Lehet, hogy egy olyan ember ül előttük, aki az egész életművet olvasta, és zsibong a feje a gondolatoktól, mert most ott ül előtte az a szerző, aki ezeket az élményeket számára átadta, és én is ilyen vagyok egyébként, hogy számomra ez egy nagyon fontos dolog, egy bensőséges és értékes pillanatok, úgyhogy hát lesz olyan könyv ezek között, amire lehetőségem lesz, hogy frissen dedikálja a szerző, de nézzük is, hogy mik lennének ezek a könyvek. A tavalyi könyvhéten volt egy író, a 21. század kiadónak a társtulajdonosa, akinek a Osztálytalálkozó című kötete jelent meg. És én akkor dedikáltattam magamnak is, és az egyik barátnőmnek, Vétót Katinak is ezt a kötetet, de én ezt nagyon kakukktojásként dedikáltattam akkor neki, születésnapjára, mert nem tudtam, hogy milyen ez a kötet, csak olyan megérzéseim voltak vele kapcsolatban, de végül nem bántam meg, hogy ez megtörtént, mert szerintem egy jó pörgős kötet volt, és Rényi Ádámnak az Osztálytalálkozót követően idén a könyvhétre megjelenik a Bezzeg gyerek és más felnőtt mesék című kötete. A borító az nagyon illeszkedik a tavalyihoz, hogy egy letisztult borító, és a felső sarokban megjelenik egy különleges minta, ami tavaly egy róka volt, idén pedig, hát bevágom nektek a borítót, hogy miről is szól idén ez a történet. A borítót tekintve, szerintem ismét egy nagyon figyelemfelkeltőre sikeredett. Abszurd helyzetekről beszélünk szintén, pörgős kis novellákat várok idén is, és hát milyen hatással lenne ránk, hogyha egyik nap egy Kossuth-díjas színésznek a bőrébe bújva ébrednénk fel, vagy hogyha találkoznánk a halállal, mi történne akkor? Tehát megint olyan meghökkentő történetekre számítok ezek az írások kapcsán. Találkozni fogtok vele, magával a kötettel is, illetve azzal is, hogy hát milyen hatást gyakorolt rám. Van egy író, akivel tavaly nem sikerült találkoznom,
és se dedikáltatnom, se beszélgetnem. Ő pedig nem lenne más, remélem, hogy idén ez összejön, ugyanis a friss könyve a könyvhétre jelenik meg. Ő pedig nem lenne más, mint Háj János, és tőle fog megjelenni a Szavaló verseny című kötet, amely nagyon-nagyon érdekes, kisegítő könyv íróknak és olvasóknak. Van-e olyan könyv, amivel ha kilépsz az utcára, akkor arra gondolsz, hogy hú, ez aztán igazi égés. Hát rögtön meg leszel bélyegezve, hogyha ez a kötet a kezedbe van. Az író úgy gondolja, hogy ez a kötete ilyen lehet. Hát ez nekem rögtön felkeltette a figyelmemet, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi lehet az a könyv, ami már az író számára úgy gondolja, hogy az olvasó számára égő lehet. Vagy valami ilyesmi történet. Hát kíváncsi leszek rá a könyvhétre. Azt hiszem 7-én fog megjelenni ez a kötet. Nagyon-nagyon figyelemfelkeltő már maga a borítója is. Meglátjuk, milyen lesz a találkozás. Van nekem egy író, akitől én mindent olvastam. Tényleg az összes megjelent könyv, ami azt hiszem megvan mindegyik egyébként, tehát szinte biztos vagyok benne, azokat én olvastam. És most megjelenik egy olyan kötet, ami ilyen őszinte kérdés-válasz tematikájú, ő pedig nem lenne más, mint Feldmár András. És ez a könyv pedig az Agymosó című kötet. Elakadások vannak benne, elgondolkodtató kérdések, amelyekre elgondolkodtató és őszinte válaszokat nyújt Feldmár András. Ez számomra nagyon-nagyon érdekes, az összes könyve rendkívül tanulságos, és nagyon sokat lehet belőle tanulni. Meggyógyulhatunk-e a traumáinkból, hogyan kell szeretni helyesen önmagunkat, illetve másokat. Nagyon-nagyon mélyérzésű és tapasztalt embernek tartom őt. Úgyhogy mindenképpen érdekel ez a könyve is, ami egyébként már megjelent, azt hiszem április utolsó napjaiban. Úgyhogy ez már kapható, ezt csak szerettem volna mellé tenni, hogy ez is érdekes a számomra, és még nincs a birtokomban. Az egyik könyv, ami a legérdekesebb számomra a könyvhéten, az nem lenne más, mint Szabó T. Annának a Vagyok című kötete, amely az összegyűjtött és új verseit tartalmazza. A borító nagyon-nagyon különleges, ilyen fekete-fehér, most itt próbálom magam elé képzelni, ti meg már látjátok a borítót. Egy nagyon figyelemfelkeltő, annak ellenére is, hogy fekete-fehér színű. Érdekes, hogy létig-e maga a cím. Gondolom, hogy az egyik versnek lehet ez a címe. Nagyon érdekes, hogy létigével játszik a szerző címként. Ez nagyon erős, ez nagyon ütős, ez nagyon meghatározó. Két csend között miként érvényesülhet a lírai beszéd. Picit nekem a létige ezt is jelenti, kiszól a szerzőnek. Maga már a cím is. Talán a költészete is megszólítja önmagát, és egyben az olvasót is. Ezt a kötetet mindenképp szeretném, és nagyon-nagyon szeretném oly módon, hogy a szerzővel kommunikálva és beleírva. A következő kötet, aminél szintén fontos lenne a számomra, hogy a szerző beleírjon, az Tóth Krisztina lenne, akitől utoljára a Bánadalt olvastam. Rendkívül erős volt, nagyon-nagyon tetszett, és ez pedig a legújabb regénye, ami szintén a könyvhétre fog megjelenni, a Majom szeme. Krimiszerű izgalom, tűpontos jelenlét, különleges történet, nem akarok nagyon sokat tudni róla, picit úgy vagyok vele, mint a könyvkötővel, hogy jobb nem tudni róla, majd kibogozódnak úgy a szálak, miközben olvasom. Tudom, hogy szerepel benne egy történész, egy kisfiú, egy pszichiáter, és az ő szálaik kavarognak össze-vissza, egymásba kuszálódnak. Nagyon-nagyon érdekel, hogy miről szólhat. Én láttam Szabados Ágival egy beszélgetést Tóth Krisztináról, és ott érződött és kristályosodott ki, hogy milyen introvertált, elvont, de mélyérzésű és olyan tiszta szívű íróról van szó, annak ellenére is, hogy ő nagyon-nagyon a saját maga kis világában mozog, de ez tőlem nem áll távol, úgyhogy én számomra nagyon szimpatikus volt ez alatt a beszélgetés alatt, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzéssel töltene el, hogyha a könyvének a beszerzése után írna bele nekem pár sort, amire lesz lehetőség majd a ünnepi könyvhétem.
lesz egy könyv, ami szintén a ünnepi könyvhétre fog kijönni, illetve azt hiszem pár nappal előtte, talán ma, holnap fog megjelenni. Ez pedig nem lenne más, mint egy igencsak figyelemfelkeltő borító szintén, Fehér Boldizsának a Nem nagy ügy című kötete. Hogyan lehet megúszni azt, hogy az utcán, tudjátok, amikor ilyen beszélgetni kelljen valakivel, hogyan lehet ebből úgy kibújni, hogy helyesen és modorosan. Hogyan kell, mi annak a etikettje, hogy az ember visszahívjon valakit telefonon. Vagy hogyha például nem tetszik nekünk egy ajándék, amit kaptunk valakitől, akkor hogyan kell viselkednünk, hogyan kell ezt helyes módon lereagálnunk. És hasonló, bizarr, furcsa helyzetekre hívja fel a figyelmet az író. Picit szerintem ez egy non-fiction kötet lehet, nem tudom, hogy ezt most ilyen kis novellákba ő bújtatja, az ezekre való reagálást és válaszadást, vagy ez egy picit ilyen non-fiction-ebb történet. Szerintem kis regény lehet, vagy ilyen kis novellás kötet lehet, meglátjuk. Minden esetre én ezt nagyon-nagyon szeretném mind beszerezni, mind pedig, hogy beleírjon nekem az író. Egyébként az első találkozásom lesz az íróval, úgyhogy magvetőkiadós, úgy emlékszem, úgyhogy engem nagyon-nagyon-nagyon érdekel. Hát van egy íróhölgy, akinek a Libertine könyvesboltban megjelent a verses kötete, aki nem lenne más, mint Kemény Gabriella. Hihetetlenül figyelemfelkeltő a borító, picit olyan, mintha az ember feltekintene az égboltra, ami mindig más színben játszik. Nekem nagyon tetszik, de nem is ez a lényeg, hanem hogy Más világok címmel jelent meg a kötete, és ez egy olyan igazi útkeresős kalauz. Kíváncsi vagyok a verseire, az első pillanattól fogva egyébként, picit olyan koravén lány ő, és érdekel engem, hogy milyen írásai vannak. Az utolsó könyv pedig Jane Goddardtól a Remény könyve lenne, ami engem pontosan oly módon érdekel, mint a David Attenborough könyv érdekelt, amitől nagyon sokat kaptam. És hát ugye egy olyan hölgyről beszélhetünk, aki a etológia kapcsán egy mérföldkő, világszerte hirdeti az élővilágnak a vele született jogait, és próbálja átadni ezt a tudást, hogy mennyire fontos az élővilágunk és a természetünknek a megőrzése, ápolása, gondozása, fenntartása. Úgyhogy nagyon érdekel, hogy ő ugyanazokat a kérdéseket milyen módon közelíti meg, mint amivel David Attenborough játszott. Szerintem hasonló gondolatok lehetnek, de mégis teljesen mások, mind a ketten elképesztő szaktekintélyek és kikerülhetetlenek, úgyhogy számomra nagyon-nagyon nagy érdeklődéssel ötvöződik az, hogy ő mit fogalmazott meg ebben a könyvben. Hát ezek lennének azok a könyvek, amik úgy számomra érdekesek. A könyvhéten, könyvhéttől függetlenül is úgy egyáltalán, és nagyon-nagyon érdekelnek, meg hát biztos nagyon sok olyan könyv is lesz, amire ott csodálkozok rá, hogy ez vagy az mennyire jó, vagy mennyire érdekes, illetve ami még számomra a legfontosabb, hogy találkozni fogok a BookTuber társakkal is, biztos fognak készülni közös videók, képek, nem tudom, valami biztosan. Úgyhogy hát kíváncsi leszek nagyon, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom már a találkozást is, a könyvhetet is, azt a hangulatot is, és ti is gyertek oda nyugodtan, hogyha gondoljátok egy kép, egy beszélgetés, vagy bármi kapcsán. Úgyhogy ez lett volna ez a videó. Amikor ezt a videót kiteszem, akkor a könyvhét előtt járunk pár nappal, és annál izgatottabb vagyok, és annál jobban várom ezt a pillanatot és ezeket a napokat. Addig is viszont szép napot kívánok nektek, és ti is írjátok le esetleg, hogy mi az a könyv, amit nagyon-nagyon vártok a könyvhéten, és azt is, hogy mikor szándékoztok, vagy mennyire, mikor szándékoztok kijönni, illetve kivel szeretnétek dedikáltatni, vagy bármit, ami ezzel kapcsolatban eszetekbe jut. Szép napot kívánok nektek, sziasztok!